Elsőként a böjtöléssel foglalkozunk, amely idén február 17-től április 3-áig Nagyszombatig tart. Ez az időszak egyfajta előkészület a húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére. A 40 nap alatt fontos szerepet kap a hitben való elmélyülés, a megújulás, valamint az önmegtartóztatás. Abban a kérdésben, hogy hogyan lehet jól megélni ezt az időszakot, Aklan Béla Sándor evangélikus lelkész, valamint Lázár Eszter, a Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet vezető dietetikusa lesz a segítségünkre. Sok szeretettel köszöntjük Önöket itt a stúdióban. Estét kívánok! Estét kívánok! Idén február 17-én kezdődik a nagyböjt. Mihez igazítja az egyház ezt az időszakot? Ez egy 325-ös nyitzai zsinat utánról alakul ki, hogy tulajdonképpen a 40 napnak a kiszámítása, amely valójában nem is 40 nap, mert több. Ez az első tavaszi holtöltét követő vasárnaptól számítják, és akkor húsvét mindig mozgó ünnep, holdünnep ezáltal, és a katolikus és a görög rendtartás szerint a vasárnapok nem esnek a böjti időszámításba bele, mert a minden vasárnap gyakorlatilag az ugye a feltámadás ünnepe, az egy örömünnep, a böjt pedig az egy önfegyelmező, és hát a lélekemelés volna ennek a célja igazából, és már belehallgattam ugye a műsor elején abba, hogy milyen témában beszélgetünk. Nekem egy picit annyi a hozzátenni való mehez, hogy az eredendően a böjtnek a lényege az nem az egészségesebb táplálkozás, nem az, hogy egy jobb alakot, egy jobb formát érjünk el, meg egyéb, amik szintén nem elhanyagolható, és természetesen jó tényezők. De ezek külsőségek. Igen, ennek nincs köze a böjtnek az eredendő részéhez, aminél az egyház és a mai egyház is kettős célt fogalmaz meg. Az egyik az, hogy Krisztus szenvedés útját járjuk virtuálisan, tehát Krisztust követjük. A megkísértés, a 40 napos böjt, és a három éves szolgálatnak a nagypéntek, nagycsütörtök, nagypéntek és a feltámadási menetében gyakorlatilag végig. Tehát Krisztus szenvedésébe, feltámadásába kapcsolódik be a hívő, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy a böjtnek egy olyan funkciója vagy feladata van az imádsággal, amely az Istenhez való közelebb érését a léleknek elősegít. Ugye az, hogyha én egy szerelmi kapcsolatban vagyok, most hadd mondjam ezt a példát, az nem mindegy, hogy az én kedvesem az ott ül, vagy itt ül mellettem. Nyilván egy helységben vagyunk mind a ketten, de a meghittebb kapcsolatnak az eléréséhez, ahhoz egyfajta közelség szükségeltetik. Na most a böjtnek ez a lényeges. Jézus beszél arról, hogy ne legyetek olyanok, mint a farizeusok és a képmutatók, megszagatják ruhájukat és komor képpel böjtölnek, mint egy mutatva a külvilágnak, hogy ez egy micsoda rettenetes teher, nem? Az igazi böjtnek a lényeg az egy olyan belső elhatározásból vagy vágyból fakad, hogy én a szerelmesemmel, az Istennel vagyok együtt. Na most ez nehéz a mai embereknek azért ezt elmondani. Amikor az egész kultúránkat azért az Istentől való távolságtartás az nagyon átszövi. Egy keresztény ember számára az, hogy az Istenhez én közeledhetek, ez egy örömteli dolog, és a 40 napnak ez az igazi lényege, amit az imádságon, illetőleg azon, hogy bizonyos fajta önmegtartóztatást, önfegyelmezést végzek önmagam által. És ebben az esetben ugye az önmegtartóztatás jelentheti azt is, hogy lemondunk valamiről, például egy ételről, amit kedvelünk, vagy nagyon sokan ilyenkor elkezdenek ugye lébőt, kúrát is Igen. tartani. Ez mennyire egészséges, hogyha valaki mondjuk megvonja magától? Dietetikus szemmel is hallgassuk meg egy picit. Igen. A lébőt kúra az igazándiból elősegíti a szervezetnek a tehermentesítését, tehát tisztulni fog. De ezért ez nem mindenkinek ajánlott. Aki egy kezdő böjtölő, tehát még soha életében nem böjtölt, annak biztosan nem ajánlott mondjuk egy 40 napos kúra. Egyébként sem szokott ilyen hosszú lébőt kúra lenni. Igazándiból ilyenkor csak valamiféle folyadékot fogyasztanak, vizet főleg, illetve gyógyteákat, meg zöldség és gyümölcsleveket. Tehát ez a léböjt kúra. De nem csak ilyen fajta böjt létezik,
ahogy az előbb említettétek, tényleg lehet valamiféle ételről lemondani. Tehát mondjuk elhagyjuk a húst, vagy valaki nagyon sok szénhidrátot eszik, akkor csökkenti a szénhidrát mennyiségét, vagy nem eszik cukrot. De természetesen az a jó, ha valóban akarat erőt próbáló, tehát egy odafigyelést igénylő a bőjt. De az ugye elhangzott az előbb is, hogy ezeknél mind sokkal, nem sokkal, de máshogyan fontosabb a lelki megtisztulás, és erre milyen praktikák vannak, vagy milyen eszközök vannak mondjuk az evangélikus? Tulajdonképpen mindig, amikor az a cél, hogy a külső érzékszeri világból bevonom az energiáimat, és a belső nem látható világra, illetve azon keresztül a párhuzamos világokra, amíg a nem látható, tehát az Isten által megteremtett teremtés történet azt mondja el, hogy az Isten először a láthatatlan világokat teremti meg, és azokból hívja el a létezőt. Tehát a szellemi, a spirituális, ez mindig előbb létezik, mint az anyagi, amely aztán később egy materializáció eredménye. Most bevonom az energiáimat, az érzékszerem, a szemem, a fülem, a kezem, az ízlelés, nem simogatom annyit az okostelefon például. Az már egy ez egy nagyon-nagyon komoly, hanem ehelyett elmondok 10 üdvözlégyet, vagy 10 miatyánkot, hogy most egy nagyon banális és egy nagyon könnyen kivitelezhető dolgot mondok, mert nyilván ezt nagyon kifinult módon is lehet csinálni, ez a legegyszerűbb eklatáns példája ennek. Nem eszek annyi csokit, nem iszok annyi sört, nem nézek annyi tévé, hanem ehelyett. Tehát nem a látható, hanem a láthatatlan világra koncentrálok. Miért? Mert Krisztus is ezt tette. Miért? Mert végig akart járni azon az úton, amit az Atya neki kijelölt. És egyébként itt van a bőjtnek a lényege, hogy minden embernek, akik leszületünk ide, azok az Isten akaratából vagyunk itt. És nekünk van egy életutunk, amit az Isten szeretne, hogy bejárjunk. Nem fogjuk bejárni, hogyha mi ezt nem adjuk magunkat. És nem tudjuk bejárni, hogy ezt nem készülünk erre fel. Nem tudnánk ezt a felvételt elkészíteni, hogy nincsenek meg azok a technikai felszereltségek, azok az eszközök, amik ehhez szükségeltetnek. Na most, ha egy filmfelvétel ilyen komoly berendezés kell, akkor amikor én az Istennel kontaktusba akarok lenni, és úgy, hogy értsem is, hogy ő mit akar, és ez egy interaktív kapcsolat legyen, akkor erre föl kell készülni. És ez egy nagyon komoly időszak. Mi ennek a lényege? Az, hogy az ember, a teremtmény, a teremtővel, az Istennel szimbiózisba legyen. Az én életem az nem önmagában létező. Már úgy sem, hogy itt a Földön egy családba születünk bele. Tehát emberi síkon sem, de abban sem, hogy a láthatatlan világ, ugye angyalokról, szolgáló lelkekről, sok mindenről beszél. Na most ebben nekem ehhez vissza kell találni. Miért? Azért, hogy teljesebben tudjam azt az utat végigjárni, amiért itt vagyok. Tudom, ez az értelme. És a hívő ember ezért megy végig minden egyházi esztendőben, kíséri végig Jézust az ő megváltói útján. Hogyha tápláléklemondásról van szó, hogy ez visszatérjünk, általában a legdivatosabb, vagy általában a húst szokták elengedni az emberek. Mivel lehet ezt pótolni, úgyhogy ne szenvedjen a testünk tápanyaghiányt? Hát mindenféle más fehérje tartalmúval, tehát tojás, tejtermékek, sajt, hüvelyesek, amelyek sok fehérjét tartalmaznak, magvak. Tehát ezek ebben segíthetnek. Hogyha gyerekeinket szeretnénk így nevelni, hogy tartsuk be a nagy böjtöt nekik, mit érdemes elsősorban, így hogyan lehet nekik vegyíteni ezt, hogy milyen jellegű lemondásokat adjunk át nekik? Hát nyilvánvalóan a gyermek az a gyermek szinten kell, hogy a terhet vállalja. Tehát az, hogy testhez álló legyen. Igen, hát én azt gondolom, hogy például kevesebb édesség, biztosan meg lehet ezt vele beszélni. Kevesebb édesség. Vagy, hát ez már nem táplálkozás, mondjuk kevesebb tévé. Tehát ilyesmit. Szóval jött a lélekemelés, és ugye az, hogy fontos az, hogy az Istennel való kapcsolatunkat elmélyítsük. És hogyha lemondunk valamiről amellett, mik még azok a tényezők, amik fontosak lehetnek? Tehát az ilyen egymás iránti szeretet, figyelem, ezek is befolyásoló tényezők? Hát én azt gondolom, hogy ilyenkor tudatosulhat az, hogy egy fogyasztói társadalomban mindannyian nyomás, alapból egy nyomás alá vagyunk helyezve. Tehát nem az a szempont, hogy én annyit tegyek, annyit vegyek, amennyire szükségem van, hanem tolnak ránk mindent. Na most már, ha ebből ki tudok szakadni én,
és a környezetembe a gyerekeimet, és ez nyilván csak az én személyes példámon keresztül valósulhat meg. Ha a gyerekem azt látja, hogy én most egy visszaváltok egyet a sebességgel, hogy egy autós példát szeretem a hasonlatokat alkalmazni, akkor ezt ő is meg, apa, miért kapcsolsz vissza, tehát mi ennek az oka? És akkor elmondhatom, hogy mi ennek az oka, és tulajdonképpen ez a szülői felelősség, hogy a életpéldámmal tudom őt bevonni bármibe, a jó dolgokba is, meg a rosszba is. Ön személy szerint hogyan bőjtöl? Hát én személy szerint szoktam minden évben lébőjtőt tartani, ez 5 napos szokott lenni, idén is én ezt megcézom. Az evangélikus egyházban igazság szerint nem ez a rendtartás érvényesi, mint amire beszélgetünk, mert ez a római katolikus, illetve a görög szertartásnak, tehát az óegyházi vallásoknak a vonalába esik. Az evangélikus egyháznál ugye a Jézusnak arra a mondatára szoktak hát utalni, vagy szeretnek hivatkozni, hogy nem az tesz tisztátalan, hanem az ember száján bemegy, hanem ami kijön. Tehát ezen is azért érdemes elgondolkozni, egy jó adalék, hogy önmagában, ha én csak egy külsőségben próbálok valamit leutánozni, legyen ez egy vallás, legyen ez egy sport, legyen ez bármi, ott céltévesztés van. Tehát Jézus arra figyelmeztet minket, hogy a léleknek az elsődlegességét, hogy azt vegyük figyelembe. És az evangélikusoknál van javasolt ilyen, hogy hát igen, az önfegyelmet próbáljam megtartani. De ilyen feszes rendje, mint például a római katolikus egyházban, ez nálunk nincs, Magyarországon legalábbis kialakulva. Köszönjük szépen, hogy megosztották velünk a hasznos tanácsaikat, és hogy tényleg az emberek is megtudhatják azt, hogy mi a böjtölésnek a valódi lényege. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!